néhány évvel ezelőtt, talán éppen a Bárka Fesztivál keretében volt szerencsém bemutatni azt a receptkönyvet, ami Tolnáról, Tolna és Mözsi receptek alapján jelent meg. Mert hogy mindig igyekeztünk még, Sümegi polgármester úr ötlete volt egyébként az a receptkönyv annak idején, és mindig igyekeztünk, hogy ugye a másik volt, az egy dolog, hogy kitalálunk valamit, kell valaki, aki megírja, és kell valami anyagi forrást is találni hozzá, mert azért nem olcsó egy ilyen kiadványnak a megjelentetése. Az a receptkönyv, az recepteken túl egy kicsit bemutatta Tolnát is, és én azt gondolom, hogy az egy jó kezdés volt. Most pedig sokak örömére elkészült a folytatás, vagy inkább egy másik megvilágításból történt gyűjteménye Tolna és Mözs értékeinek. Kicsit bővebb, kicsit komolyabb küllemmel. Azt mondja a professzor Ágnes, minden rendes városnak kell legyen egy ilyen könyve. Hozzátartozik a város identitásához. Szeretnénk mindig megmutatni valamit abból, amit teremtettünk. Nem én az elmúlt 5 év alatt, vagy 10 év alatt, hanem a város mi az, ami a történetéről, a jelenéről, a múltjáról szól. Én azt gondolom, hogy ugyan néhány évvel ezelőtt egy receptkönyvben a recepteken túl egy kicsit igyekeztünk bemutatni a települést is, de végre megszülethetett most az a kiadvány, ami Tolnát mindenféle oldalról be tudja mutatni. Azért azt is tudjuk, hogy egy könyvnek a kiadása az azon túl, hogy nagyon megfeszített munkát igényel a szerzőktől, az íróktól, a fotósoktól, a szerkesztőktől, azért ez nagyon komoly anyagi teher is, és most szerencsére lehetőségünk nyílt egy pályázat keretében kiadni ezt a 2000 példányt. Hát én azt gondolom, hogy most valahogy a csillagok szerencsésen álltak össze, és most pont a Bárka Fesztivál alkalmával tudjuk bemutatni ezt a könyvet, ami néhány nappal ezelőtt került ki a nyomdából. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy van egy ilyen szép könyvünk, de én sokkal büszkébb vagyok arra, hogy van egy nagyon értékes tartalom, amivel meg tudtuk tölteni ezt a könyvet. Mindenki, aki segíthetett ennek a kiadványnak a megszületésében, első szóra csata sorba állt. Látszott, hogy mindenkinek, aki itt él, fontos volt, hogy ez a kiadvány megszülessen, hangzott el. Biztos elfogult vagyok, de szerintem egy csodálatos kiadványról beszélünk. Nagyon szép képekkel, nagyon értékes írásokkal, de azért azt se felejtsük el, hogy az az 1500 év, ami benne van, azért az Tolnáé, és én azt gondolom, hogy arra is méltán büszkék lehetünk. Még Sümegi polgármester úr kezdte el azt a gyűjtő kezdeményezést, amiben önkormányzati szintről beszélek nyilván, mert korábban is voltak olyan emberek, akik gyűjtöttek dolgokat Tolnáról, Mözsről, de önkormányzati szinten talán a Zoltán volt az, aki egy kicsit úgy alányult ennek. Értem ez alatt azt, hogy a Városháza folyosóin, tablókon őrizzük Tolna és Mözs értékeit, hagyományait, történetét. Értem ez alatt azt, hogy mindig igyekeztünk a régit megőrizni, és ha egy kicsit újjászabva, mint például abban az épületegyüttesben, amiben most vagyunk, ugye ez egy több mint 100 éves épületegyüttes, és mégis milyen csodálatosan felújítottuk. Tehát mi próbálunk a régi alapokra támaszkodva újat teremteni, olyat, amiben egy kicsit a múltat is őrizzük, de hát azért a jövő szelleme már itt van, hiszen most jelenleg például nagyon korszerű épületben vagyunk. Én ettől nagyon boldog vagyok, és tehát az, hogy most ez a lehetőség adódott, hogy ezt a kiadványt ki tudtuk adni, igen, mindenki első szóra, szerintem az első fél mondatra jött. Ma valahogy, de hát erről már többször szó volt, hogy egy kicsit olyan más felé megy a világ, mint ami nekem szimpatikus. Tehát egy kicsit nem fontosak az értékeink, nem fontosak a hagyományaink, nem fontosak az emberi kapcsolataink. Szükség van arra, hogy tudjuk azt, hogy
hogy kik azok, akik tornán éltek, hogy a mostani épületekben melyek azok a tevékenységek, amit korábban folytattak. Például nagyon érdekes, számomra is nagyon sok újdonság volt ebben a könyvben. Nyilván én azért sokat foglalkoztam már tornával, meg elég sok mindent tudok is róla, de bizony voltak olyan érdekes történetek, akár vicces történetek is, akár a sárgalábú tornaiakra gondolok. Tehát vannak olyan érdekes történetek, amik folyamatosan az olvasó figyelmét arra ösztönzik, hogy tovább lapozzon. Tehát én bevallom őszintén, még a bemutató előtt a családomnak hazavittem egy példányt, és a 24 éves lányom is, és a 12 éves fiam is mind-mind azt mondták, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon érdekes. Remélem, hogy a tolnaiak is ezt fogják érezni.